Szeretettel köszöntöm a Pont Televízió nézőit, illetve a Pont Rádió hallgatóit, és szeretettel köszöntöm a stúdióban Kovács Ágnest, aki a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület önkéntese. Én is üdvözlök mindenkit, sziasztok! Kovács Ági már volt a stúdióban vendégünk, mégpedig, ha jól emlékszem, januárban, akkor a madárvédelemről, a madár etetésről tartottál előadást itt helyi iskolásoknak. Nagyon jó sikerült, két iskolai előadáson voltunk akkor túl, és akkor is beszélgettünk. A mai apropó is hasonló, hiszen madárvédelem, egy picit szűkítjük ezt a kört, és a madárfiókákra fókuszálunk, hiszen bármennyire is a barna medve most Magyarországon a sláger téma, hiszen ugye megjelent különböző településeinken, mégis azért maradjunk a madaraknál, hiszen a madárfauna is hatalmas a mi országunkban, és főleg ezen a területen teli vagyunk vizekkel. És lépten nyomon találkozunk fészekből kiesett fiókákkal, elárvult kismadarakkal. Tehát beszéljünk erről, mi a teendő? Tehát az első kérdés az, hogy mi a teendő, ha találkozunk egy fészekből kiesett, de még életképes fiókával? A történet ugye ott kezdődik, menjünk vissza az általános iskolai tanulmányainkhoz, hogy léteznek fészek hagyó, illetve fészek lakó madarak, illetve azoknak a fiókáik. Itt a városi környezetben általában a fészek lakó fajokkal találkozhatunk, amiknek a fiókai ugye X időt a fészekben töltenek, ugye nekik egy bizonyos fejlettségi periódust el kellene, hogy érjenek, és ez ugye náluk lassabban működik, mint a fészekhagyó fajoknál. Viszont nem önszántukból, vagy akár önszántukból a teljes öbképesség előtt elkényszerülnek hagyni a fészkeiket. És ugye ez a kardinális pont, hogy ez önszántukból történik-e, avagy sem. Ugye bizonyos... De bocsáss meg, ezt lehet tudni, mikor látsz egy fiókát? Lehet, hogy csak árvának tűnik az az adott fióka, mert hogy neki az a természetes viselkedési mechanizmus, hogy egy bizonyos fejlettségi szintet elérve, de még nem a röpképes korban, ők már nem a fészekben fejlődnek tovább. Tehát a legelső szempont, amit meg kell vizsgálnunk abban az esetben, hogyha egy árvának tűnő fiókával találkozunk, hogy érte őt valamilyen sérülés, illetve hogy milyen fejlettségi stádiumban tart. Tehát, hogyha szembetűnő sérülés mutatkozik az adott fiókán, nem jól használja például az egyik szárnyát, sántít valamelyik lábára, nyílt sebje van, akkor mindenképpen mentésre szorul. És abban az esetben is ez az eljárás, hogyha hát tulajdonképpen nagyon-nagyon alulfejlettet, kevés rajta a toll, tehát hogyha még a fejlettségi stádiuma tényleg annyira kezdetleges, hogy nem figyelhető meg rajta a pihetollazat, ami ugye a madárfiókák testét beborítja, és mondjuk a hőszigetelésben is már komolyabb szerepet képvisel, tehát még csak tokosodik, vagy egyáltalán nincsen még tollazata, inkább csupasz a testfelülete, még a szeme sincs teljesen nyitva, tehát alapvetően nagyon-nagyon gyámoltalan ez a fióka, alulfejlett. Ugye ő is mesterséges gondozásra szorul, ha csak nincsen a fészek elérhető közelségben. Hogyha mondjuk tudjuk, hogy egy házi veréb fészkéből esett ki egy kicsi fióka. Házi veréb fióka. Igen, tehát be tudjuk azonosítani, vagy éppen egy füstifecske fióka, akkor akármilyen pici az a fióka, tudjuk, hogy honnan jött, akkor oda-vissza lehet tenni, hogyha a fészek elérhető. Ez érdemes azért elgondolkodni, hogy milyen fiókáról lehet szó, hiszen ha mondjuk egy olyan madár fiókája, amely nem a lombozatban rak fészket, vagy az eresz alatt, akkor ne próbáljuk. Igen, csak hogyha biztos a tudásunk így van, és ugye mivel nem mindenki rendelkezik nagyon mély ismerettel, így nyugodtan lehet a szakemberek sem segítségét kérni, akár a Nemzeti Parkok Természetvédelmi Őrszolgálatát értesíteni, akár a Madártani Egyesület valamelyik önkénteséhez fordulni. De tehát
az a helyzet, visszatérve a kipottyant fiókákra, hogy ugye a mesterség és az emberi segítségnyújtás ebben a két esetben indokolt, hogyha sérülés mutatkozik a fiókán, vagy hogyha tényleg annyira pici, és nem tudunk vele mit kezdeni, tehát nem tudjuk az eredeti fészkébe visszarakni, akkor kell emberi segítséghez folyamodni, de ez tulajdonképpen az esetek nagyon-nagyon kicsi százalékát teszi ki, hogy ugye ez a megoldáshoz kell folyamodni, mert ugye nagyon sok madárfaj stratégiája az, főleg a lombozatban helyet foglaló fészkek, és nem az odvak, hanem ugye az épített fészkek, amiben egyszerre több fióka fejlődik. Értelemszerűen egy idő után mindenképpen kinövik ezeket a fészkeket, egy idő után szűkössé válik a hely a cseperedő fiókáknak, és ugye mivel koncentráltan egy helyen, egy ponton helyezkedik el nagyon sok potenciális táplálék, ugye a ragadozók viselkedését is figyelembe kell ilyenkor venni, hogyha jön egy predátor, akkor az egy helyen tartózkodó fiókákat az összeset elpusztítja. Hogyha ezek nem folyamodnak, mondjuk egy olyan okos megoldáshoz, hogy már mászni, különböző apróbb repülési manővereket képesek megtenni, akkor ők ezt okosan felhasználják, és a fészektől szépen szétszóródnak, és ugye így nem egy helyen fognak sokan koncentrálni, még hogyha jön is egy ragadozó, akkor kisebb eséllyel pusztítja el az összes fiókát, hogyha azok már egymástól nagyobb távolságra szétszóródnak, na és akkor ilyenkor következhet be az, hogy mi emberek madárfiókákkal találkozunk, mert ugye nem mindenki marad fenn a fán, nem mindenki olyan szerencsés, hogy a lombozatban tud szétmászkálni. Például a baglyok hajlamosak arra, hogy gyenge fáramászási képességük, vagy éppen még a gyenge röpképességük miatt a földön landolnak, és ilyenkor kell velük tulajdonképpen kezdeni valamit, és ez nem feltétlenül a madármentés, nem feltétlenül az emberi gondozásba vétel. Baglyok, de például a rigók esetében is kiemelhető ez a rigófiókák esetében, hogyha valahol a talajon tartózkodó fiókát találunk, megnézzük, hogy nem esett bántódása, nincs a sérülése, és hogyha egészséges fiókáról van szó, tényleg az a legjobb dolog, amit tehetünk, hogy egy legközelebbi védett lombozattal takart ágra feltesszük, nem is muszáj fára másznunk, elég, hogyha egy sűrű bokrot találunk, megfogjuk a fiókát, óvatosan mi se okozzunk nekik sérülést, és felhelyezzük a legközelebbi biztonságot adó helyre, mert ezekkel a fiókákkal tulajdonképpen ugyanúgy foglalkoznak a szülők, csak már nem a fészekben laknak, hanem más helyekre szólódtak szét a saját biztonságuk érdekében, de őket a szülőmadarak ugyanúgy etetik, ugyanúgy odafigyelnek rájuk, például a baglyok akár tehát a baglyok közül a szülőmadarak akár támadásra is hajlamosak, hogyha a fiókájukat veszélyben érzik, tehát hogyha például egy jó szándékú megmentő megtalál egy bagolyfiókát, akkor lehet, hogy arra a szülőmadarak akár riasztó repüléssel, minden különféle riasztó hangok kiadásával reagálnak, közel repülnek, akár túlzottan közel is, ijesztő távolságban is megközelíthetik a jó ismer, vagy a jó belátású megtalálót, tehát ilyen izgalmas dolgokra is hajlamosak ezek a madarak. A lényeg az, hogy azt kell elkerülni, főleg a madárfiókák érdekében, hogy húzamosabb ideig emberi gondozás alatt álljanak, mert ugye mi emberek semmiképp sem tudjuk megadni a fiókáknak azt a törődést, főleg a táplálás terén, és főleg a kezdeti tanulási folyamatok terén, amit ugye a szülőmadarak ösztönösen meg tudnak adni ezeknek a fiókáknak. Ugye, hogyha a sérülésről van szó, azt már megbeszéltük, hogy az más eset, ott mindenképpen emberi segítségre van szükség. Igen, és erre lennék kíváncsi, hogy te konkrétan mit tennél akkor, hogyha egy sérült fiókával találkoznál, vagy nyilván találkoztál is már, hogyan segítenél rajta, hogyan táplálnád, hogyan gondoznád?
Hát, hogyha sérült fiókáról van szó, akkor mindenképpen szaksegítséget hívnék, tehát én nem vagyok állatorvos, én maximum egy elsősegélynyújtásban, illetve táplálásban tudnám segíteni ezt a madarat, de nagyon jól képzett szakemberek léteznek Magyarországon, leadásul nem csak egy ponton, nem csak két ponton, most már azért valamennyire a madármentő hálózat is felfejlődött országos szinten, akár állatkertekről, akár madármentésre specializált mentőállomásokról van szó, viszonylag sok a lehetőség arra, hogy megfelelő segítséghez juttassuk ezeket a fiókákat. Hogyha egy laikus megtalálóról van szó, akkor én azt tudom javasolni, hogy a Nemzeti Park, az a területileg illetékes Nemzeti Park igazgatóságot értesítse, és a Természetvédelmi Őrszolgálat fog ebben közreműködni, hogy a sérült fiókát átfegye, illetve elszállítsa a megfelelő ellátóhelyre. Vagy aki közvetlenül ismeri például a Hortobágyi Madárkórházat, a Jászberényi Sas Központot, a Mályi Madármentő Állomást, vagy akár a Szegedi Vadas Parkot, de szerintem a Szarvasi Állatpark is. Igen. Értesíthető sérült madarak, illetve fiókák esetén ezekhez a szervezetekhez lehet fordulni. És nyilván ezen szervezetek címei, elérhetőségei az interneten megtalálhatóak. Igen, szerencsére az internet ebben is már a segítségünkre sietett, illetve a rendelkezésünkre áll, tehát egy egyszerű keresőszavas klikkeléssel nagyon-nagyon sok lehetőséget dob ki az internet, és lehet akár válogatni is. De valószínűleg nem spórolható meg bizonyos ideig az otthon tartása ezeknek a fiókáknak, addig, amíg a szakember el nem tudja szállítani. Hogyha hazavisszük, mert kénytelenek vagyunk hazavinni, akkor hogyan cselekedjünk, tehát mit tegyünk velük, hogy helyezzük el arra a rövid időre is, ezek is fontos tudnivalók, azt gondolom. Ugye itt rögtön szóba kerül, főleg mivel közeledik a nyár, hogy annak a fiókának innia kellene. Most a mesterséges itatással viszonylag több kárt tudunk okozni a madárban, mint hasznot, úgyhogy én azt tudom javasolni, hogy inkább magas nedvességtartalmú táplálékkal, vagy akár, hogyha mondjuk egy ragadozó fiókáról, vagy sérült ragadozó madárról van szó, akkor egy-két szelet vízbe mártott hússal próbálkozzunk. Fiókák esetében ugye ugyanúgy a magas fehérje tartalom, ami nagyon fontos, hogy a fejlődést arra az egy-két napra sem korlátozzuk, vagy minél inkább próbáljuk biztosítani. Tehát fiókák esetében a finomra tört tojás, a villával összezúzott túró, akár ezeknek a keveréke, rigófiókák, rozsdafarkúak esetében, vagy akár mentett fecskék esetében a lisztkukacoknak a lárvái viszonylag jó választás. Hogyha élő táplálékot adunk, például lásd ugye lisztkukaclárva, arra azért érdemes odafigyelni, hogy ezeket elpusztítva adjuk a fiókáknak, tehát idézőjelben hatástalanítva. Sokan próbálnak például csontival táplálni, ami a horgászboltban legegyszerűbben beszerezhető madárfiókákat. Ezekről ugye tudni kell, hogyha élvenyeli le őket a fióka, akkor akár a pusztulásokat is tudják a rágásukkal, elő tudják idézni a madárfiókáknak. Tehát, hogyha csontihoz is lehet folyamodni, csak akkor azok is legyenek vagy leforrázva, vagy mechanikusan elpusztítva, hogy ne tudjanak kárt okozni a fiókákban. Nyilván komoly különbség van a fiókák ellátása, vagy ha egy sérült, kifejlett madárral találkozunk, és azt visszük haza ezek ellátása között. Néhány mondatban talán érdemes erről is beszélnünk, hogyha mondjuk egy sérült egerészőjvet talál valaki, és hazaviszi, addig, amíg ugye szakember kezébe nem kerül, akkor egy felnőtt példányal mit lehet kezdeni, hogyan? Tehát szintén a kérdés ugyanaz, mint a fiókával kapcsolatosan. Kevésbé szakavatott megtalálók a baleseti ellátásban, az első segély ellátásban olyan sok mindent nem tudnak tenni, mert
Mert eleve kevés az ismeret ezzel kapcsolatban, hogy egyáltalán egy sérült madáron hogyan lehet. A sebfertőtlenítés, ami esetleg szóba jöhet az orvoshoz juttatásig, az mindenképpen jó ötlet. A táplálásukat illetően pedig, hát csak akkor érdemes, ugye a mesterséges táplálás is egy stresszfaktor ezeknek a madaraknak, hogyha nagyon-nagyon muszáj, mert mondjuk egy egész napot, két egész napot eltölt úgy a madár, és nem akar magától táplálkozni, ugye a kifejlett madaraknál ez lehet a probléma, hogy maguktól. Eleve a sérülés miatt, eleve azért, mert fogságba kerülnek, nem akarnak táplálkozni, akkor egy kicsit durvább beavatkozás a tömés, tehát a táplálékot ugye nem magától veszi fel a madár, hanem a csőrét finoman kinyitva a megfelelő táplálékot kell bejuttatni a csőrén keresztül, és ez is bizonyos szakértelmet igényel, nagyon-nagyon komoly elővigyázatosságot, úgyhogy inkább tényleg arra kell törekedni, hogy a szakszemélyzet biztosítva legyen ezeknek a madaraknak. Ragadozók esetében, ha tud magától táplálkozni, akkor például csirkebelsőséget, csirkehúst lehet nekik adni. Ugyanez vonatkozik a tömésre is, ugye a szilánkos csontokkal kell ilyenkor vigyázni, inkább színhússal próbálkozunk. Az énekes madarak, a sérült énekes madarak pedig még érzékenyebb téma, mert ők a tömésre is nagyon-nagyon érzékenyen reagálnak. Az ő esetükben pedig fokozottan érvényes az, hogy inkább a segítséget próbáljuk minél hamarabb elérni. De rigók esetében például a mozgó rovartáplálék az, amivel tudunk segíteni, hogyha nincs olyan komoly sérülése, ők azért táplálkoznak maguktól. Egy biztonságosan lezárt, de jó szellőző kartondoboz az, amiben a sérült madarakat ajánlott elhelyezni, és pont a rigók azok, akik mondjuk ilyen, vagy pont a rigók azok, akik csekély fény viszonyok között is tudnak táplálkozni, tehát őket ilyen módon a bezártság sem annyira zavarja, tehát náluk lehet azzal próbálkozni, hogy mozgó táplálékot, például liszkukacot teszünk be nekik. Ugye a fecskék azok is érzékeny esetek, fiók a korban, ugye ők még ösztönösen tátják a csőrüket, tehát őket stressz okozása nélkül is lehet sikeresen táplálni, amíg fiókák. A kifejlett madarak a fecskék közül már egy nehezebb eset, mert őket muszáj tömnünk, például amikor egy hosszantartó hideg esős periódus közben, mikor nincsen repülőrovar táplálék, járhatnak úgy a fecskék, hogy legyengülnek és elveszítik a röpképességüket, és ilyenkor tömegesen kerülnek be állatmentő helyekre, és őket is főleg a kezdeti időszakban ilyen töméssel kell sajnos táplálni. Picit elkanyarodva a témától, a fecskéket említetted. Nyilván sok mindenkinek feltűnt az, hogy évek óta már a fecske populáció kevesebb, mint mondjuk évtizedekkel ezelőtt. Megerősítesz ebben az észrevételemben, és hogyha tényleg így van, akkor ennek mi a konkrét oka? Igen, sajnos erre magyarországi tudományos kutatások is rávilágítottak, hogy tulajdonképpen évről évre kevesebb fecskénk van, drasztikusan csökken az ő állományuk. Ugye elsősorban a füsti fecskéről beszélünk, illetve a molnár fecskéről. Az ő esetükben azt kell tudni, hogy nagyon-nagyon sok antropogén, tehát emberektől származó hatás az, ami az ő állománycsökkenésüknek a hátterében áll. Meg lehet említeni a vonulás során elszenvedett veszteségeket, ugye ők hosszú távú vonulók, és vonulás közben is nagyon-nagyon sok káros hatás érheti őket, viszont itt a költőhelyükön is találkozhatunk olyan negatív tényezőkkel, amiket akár kiküszöbölni is ki lehet. Ilyen például az egyik a fészkeiknek, főleg a költési időben történő leverése vagy eltávolítása, akár egy építkezés kapcsán
akár más megfontolásból nagyon sok helyen előfordul az, hogy komplett molnárfecske telepeket vernek le, akár fióka nevelés időszakában, és ugye a komplett fészekaljak elpusztításához vezet ez, de ami még súlyosabb probléma, és évről évre talán egyre fokozottabban jelentkezik, az a szúnyoggyírítés, ráadásul a idézőjelben nagyüzemi szúnyoggyírítés, amikor ugye permetező repülőgépekről történik ezeknek a rovaroknak az írtása, az elpusztítása. Ugye vegyszereket, mérgeket használnak ezek a repülőgépek, amik tömegével pusztítják el sajnos nem csak a szúnyogokat, hanem nagyon-nagyon sok más repülőrovart, ami nem csak a fecskéknek, hanem egészen széles fajspektrumban, akár a denevérekig elmenve, nagyon sok repülőrovarfogyasztó állatnak szünteti meg gyakorlatilag a táplálékbázisát is, és ez a fecskék esetében talán a legelső helyen szerepel, főleg itt Magyarországon. Amely talán még meglepőbb, hogy a verebekből is kevesebb van, legalábbis, ahogy előzetes beszélgetésünkből kiderült, a mezei veréb, vagy a házi verébből, a házi verébből van kevesebb. Ennek mi az oka? Igen, ahogy mondod, a mezei verében találkozhat a vidéki ember mostanában gyakrabban. Ez nem mindig volt így, illetve nem csak Magyarországon volt így. Évekkel ezelőtt már a britek is rászorultak arra, hogy komplett fajvédelmi programot készítsenek a mezei veréb számára, mert ott már ő a kipusztulás szélére sodródott. Nálunk jelenleg a házi verébből lehet kevesebbet megfigyelni. Elsősorban a házi verebek esetében nagyon-nagyon rossz hatással lehet rájuk, hogyha vegyszerrel kezelt magvakat fogyasztanak, ugye állattartó telepek környékén elsősorban. Talán ezt tudnám az ő esetükben kiemelni. És látogatásod másik célja itt mezőtúrra, az a madárfaj, amely az utóbbi években telepedett meg itt Mezőtúr környékén, a Holtobágy-Berettyón. Ugye a szerkőkről beszélünk, két fajukról, a fattyúszerkőről és a még ritkább kormosszerkőről. Ők fokozottan védett madárfajok. Picit szerintem érdemes róluk beszélni, hiszen azt a lakosság tudhatja, hogy tehát védettség alá vannak helyezve, illetve az élő helyük is védettség alá lett helyezve már tavaly is. És tehát, hogy ezt indokoljuk meg, hogy vajon miért védik ezt a madárfajt ilyen módon, akár kormányhivatali határozattal is. Ez Mezőtúra esetében egy eléggé unikális körülmény, hogy szinte az emberek lába alatt városi környezetben sikerült költőkolóniát létrehozniuk, nem csak ebben az évben, hanem már tavaly is elég szép, illetve magas egyetszámban költöttek szerkők itt a Berettyón, nem is olyan messze a közlekedési hídtól. Ugye, ahogy te is mondtad, egy általános fajvédelmet is élveznek ezek a szerkők, tehát bárhol, bármikor találkozunk fattyú vagy kormos szerkővel, róluk tudni kell, hogy ők fajvédelmi oltalom alatt is állnak, de mivel a magyar jogszabályi háttér az élőhelyük védelmére is keretet teremt, illetve lehetőséget ad, ezért történt az, hogy ugye most már mondhatjuk azt, hogy kolóniában fészkelnek idén is, magát az élőhelyet, a költőkörnyezetüket is védelem alá sikerült helyezni. Igen, és ugye megkérdeztem az előbb, a kérdés a második fele arra irányult, mert szerintem sokan nem nincsenek ezzel tisztában, hogy miért szükséges a szerkőfajok védelme, tehát ugye ritkák ők. Egyrészt ritkák, igen, és mivel hát részben átok, részben áldás, hogy az emberek közelében találtak maguknak megfelelő élőhelyet, de ilyenkor sajnos konfliktus forrás is lehet ez. Főként a vízisportok, a tűzők, de akár a horgászok körében is, hogy éppen azokat a helyeket foglalják el ezek a madarak, ahol mások rekreációs vagy éppen sporttevékenységeket tűznének, és muszáj kijelölni azokat a területeket, ahol még a szerkők biztonságban vannak, és nem zavarják őket különféle vízisportokkal, vagy akár nagyon nagy horgászati terheléssel.
és tulajdonképpen ez a természetvédelmi oltalom is, amit most az önkormányzat kihirdetett, erre irányul. Ági, én köszönöm szépen, hogy ismét ellátogattál ide a stúdióba is. Lehet, hogy még találkozni fogunk a közeljövőben, hiszen lesz rá ok vagy indok, azt gondolom. A kedves televízió nézőknek is, rádióhallgatónak megköszönöm a figyelmet. Ezt a műsorunkat is csak úgy, mint a többit a YouTube csatornánkon visszanézhetik. Kérem, tegyék ezt viszontlátásra, viszonthallásra.